Köszöntöm Önöket! A koronavírus járvány egyik jelszava lett a maradj otthon, és bármennyire jó szándék is állt mögötten, nem mindenki számára bírt ez pozitív jelentéssel. Az Egyesült Nemzetek szervezete már áprilisban közé tett olyan adatokat, amelyekből kiderült, a kényszerű bezártság miatt számos országban megnövekedett a családon belüli erőszak eset száma. Hogyan áll e téren Románia és azon belül is Székelyföld? Erről és más aktualitásokról kérdezem Miklé Hajnal Katalint, a Maros megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság vezetőjét, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Még mielőtt a felvezetőben is említett témára térnék, ha már a koronavírusról szó esett, akkor arról kérdezném Önt, hogy az Önök szervezetét, intézményét hogyan érintette. Az ügyfélórában többször is elhangzott az Önök intézményét is fenntartó, működtető Maros megyei tanács vezetője, Péter Ferenc több ízben is elmondta, hogy az Önök igazgatósága fokozottan igénybe van véve ez idő alatt. Ez mit jelentett konkrétan, hogyan lábaltak ki ebből az időszakból Önök? Ugyanúgy, mint minden más intézetet, minket is nagyon nehezen érintett. Egy nagyon nehéz perióduson vagyunk túl. Úgy gondolom, azért még nem lazítunk, és még nem lazítottunk valamelyest, de nem szabad elengedjük magunkat. Tudnélik, a gyerekek mellett nagyon sok fogyatékkal élő gondozottunk van, és nagyon sok idősünk az otthonainkban. Több mint 1160 ellátottunk van, és ezen felül 400 körüli gyerekünk, akik otthonban vannak. Ezért fokozott intézkedéseket hoztunk, és úgy gondolom, hogy ez a periódus volt az a periódus, ami megmutatta nekünk, hogy mit is jelent a szociális gondozás, mit is jelent az alkalmazottaknak egyaránt, és a gondozottjainknak, az ápoltjainknak is. Tudnélik, az egészségügyi dolgozók mellett, vagy lehet, hogy néha még előttük is, az első sorban voltunk. Abban a periódusban, ugye közel egy hónapban, amikor a gondozottjaink is, és alkalmazottjaink is elkülönítésre szorultak, ez azt jelenti, hogy az alkalmazottaink azok fel voltak két csoportra osztva, és 14 napos turnusokban, tehát 14 napot elszigetelve voltak a központjainkban, az ellátottjainkkal, a gondozottjainkkal, és 14 napot pedig otthoni elkülönítésben. Nagyon nagy kihívás volt ez számunkra, mondom, úgy az alkalmazottaink számára, akinek nagyon-nagyon nehéz volt. Nagyon-nagyon nehéz volt megszervezni azt, hogy péntek este ugye jelent meg a csütörtökön éjszaka pontosabban az elnöki rendelet, és szombaton reggel úgy jelentek meg, hogy két hétre összecsomagolva a központ kapuba is bevonultak két hétig az alkalmazottainkkal. Az alkalmazottaink a gondozottjainkkal. Nagyon jól átvészeltük ezt a periódust, mondom én, és gondolok arra, hogy ebben a periódusban sikerült megfékezni a vírus terjedését a központjainkban. Nem volt egyetlen egy ellátottunk sem, gondozottunk sem pozitívan tesztelve. Alkalmazottaink közül 31-en, akik az összes alkalmazott közül, közel 800 tesztelésből 31-en voltak pozitívak. Ami nagyon-nagyon jó, hogy tünetmentesek voltak ezek az alkalmazottak is. Előzetesen voltak letesztelve, mielőtt bekerültek, találkozhattak volna többi kollégával, vagy mielőtt átvehették volna a következő turnust, és bekerültek volna a gondozottjaink közé. Ugye a koronavírus másféleképpen is érintette az emberek életét, ugye a családok is össze voltak zárva, és olyan helyeken, ahol a kapcsolat nem megfelelő, akár szülő gyermek között, vagy akár házastársak, párok között, ott bizony problémákat okozhatott, és ugye, ahogy az imént említettem, az ENSZ adatai is azt mutatják, hogy megnőtt a családon belüli erőszakos esetek száma. Franciaországban például 30%-kal, és
de ciprusi, argentinai, németországi, tehát szerte világról voltak adatok. Ami feltűnő az az, hogy Romániából, tehát Románia nem szerepel azon országok között, akik ahonnan az első körben érkeztek volna adatok. Mit lehet tudni a hazai helyzetről, mit lehet tudni Székelyföldről azon belül? Na most itt pontosítani kell, Romániáról nem érkeztek adatok, mert a romániai adatgyűjtés olyan fázisban van, amikor az adatokat több intézettől gyűjtjük össze, nem pontosítottak, nincsenek szűrve, viszont emellett is úgy gondolom, hogy a statisztikai adatok, és tapasztalatból látjuk, hogy a statisztikai adatok, az a, nem mondhatjuk a pár személy, vagy az a pár bántalmazott, mert azért évente több ezer bántalmazás van. Az csak egy ilyen jéghegy csúcsa, mert ugye statisztikában azok kerülnek be, akik valamilyen szolgáltatáshoz folyamodnak, vagy valahol segítséget kérnek. Rendőrség, sürgősségi szolgálat, szociális szférában, tehát csak azok kerülnek be. Ezek emellett a bántalmazottak és a családon belüli erőszaknak a jelensége sokkal-sokkal nagyobb. Maros megyére vonatkoztatva nem mondhatom azt, hogy ebben a periódusban nagyon-nagyon megnőtt a családon belüli erőszak, vagy a jelenség, vagy a családon belüli erőszak áldozatainak a száma. Az igaz, hogy mivel arra voltak kényszerülve, hogy bezártságban éljenek. Most már ez pozitívum is, meg negatívum is. Ugye pozitív, nagyon sok idejük volt most már az anyukáknak, apukáknak gyerekekkel foglalkozni, ez jó volt, pozitív élményként élték meg nagyon sokan. Persze voltak olyan esetek is, amikor ez a sok együttlét, a sok bezártság következtében rájöttek, hogy nézeteltérések vannak, kapcsolatbeli problémák, úgy a gyerekekkel, mint házastársak között is. Tehát azt nem mondhatnám, hogy nagyon-nagyon megnőtt ezeknek a száma, akik telefonáltak, akik valamilyen szolgáltatást igényeltek. Viszont mivel bezártság volt, ugye elkülönítésben voltak bezártságban, ezért nagyon-nagyon megnőtt a telefonos segítségkérés, vagy a telefonos szolgálatainknak a száma, mind a rendőrségnél, mind a szakszolgáltatásainknál. Ez nem azt jelenti, hogy azért telefonáltak, mert fizikailag bántalmazták, hanem volt olyan telefonálunk is, aki egyszerűen segítséget szeretett volna kérni, vagy tanácsot kérni, hogy mi a teendő, hogyan tovább, mit tehetne ilyen-olyan esetekben. Amit észrevettünk, és ugye most már még nem vagyunk kilábalva ebből a krízis helyzetből, de amit észrevettünk, hogy a gyerekek bántalmazása az, ami lehet, hogy érzékenyebb is, téma is, sokkal többen szomszédok, ismerősök, akik látják, vagy intézmények is, ugye neki fogtak dolgozni, és most már hivatalos helyről is kapunk bejelentéseket. Úgy vettem észre, hogy most kezd elindulni az a tehát az lavina. Statisztikai adatok feldolgozása? Nem kimondottan a statisztikai fel, hanem most kezd elindulni az a fajta, tehát az emberek most már mozoghatnak. Többet látnak, többet tudnak. Nagyobb a hozzáférhetőségük ahhoz, hogy bejelentsenek bármilyen ilyen esetet. Önök hogy látják, milyen következtetéseket, tanulságokat lehet levonni ebből az időszakból, ami a hátunk mögött van? Ugye a járvány, mint jelenség mindenkit váratlanul érintett, a döntéshozókat is, az elnöki hivataltól kezdve a parlamenten át a kormányig, de hasonló helyzetben, melyek voltak a legnagyobb problémák? Hasonló helyzetben így szociális intézményként mit javasolnának, ha megtehetnék, hogy milyen olyan rendeleteket, szabályozásokat kellene elfogadni annak érdekében, hogy a veszélyben levő személyeket jobban lehessen védeni, és ne az legyen, hogy az egyik rendelet
hát bizonyos csoportokat rosszul érint, holott a célja az volt, hogy az életeket védje. Ami szeretnénk és elvárnánk a közeljövőben, hogy ezek a rendeletek ne egyik napról a másikra, ezek az intézkedések. Nem egyik napról a másikra, ha lehetne éjszaka szülessenek és reggeltől érvénybe lépnek. Viszont egy olyan helyzetünk volt, amikor megértette mindenki, úgy a gondozottjaink, mint az alkalmazottaink. Tehát én mondom, hogy le a kalappal az összes alkalmazottunk előtt, és külön gratulálni szeretnék nekik, problémamentesen, szó nélkül, pénteken szóltunk nekik, és szombaton reggel az első túra a csomagjával megjelent az intézet kapujánál. És végigvitte a 14 napot, ami azt jelenti, hogy bezárva, de elkülönítve a gondozottjainkkal úgy, hogy nem volt lehetőségük pihenni, minden problémát láttak, mindent tudtak, és 24-ben 24 órát ott voltak velük. A másik dolog, amivel elég nehézkesen indultunk, ugye mindenki a betegekről és az egészségügyi dolgozókról és az egészségügyi szféráról beszélt. Persze a megelőzés és már utána a gyógyítás egy nagyon nagy dolog volt. Minket, mint szociális intézményeket, szociális szolgáltatásokat egy kicsit elfelejtettek. Ez az igazság, tehát nem igazán tudtuk, hogy ránk is vonatkozik, nem vonatkozik, az, ami az egészségügyi dolgozókra vonatkozott, ránk nem. Felkészületlenül ért, mivel nagyon sok intézetünk van, nagyon sok szolgáltatásunk megyei szinten, a költségvetésünk az olyan volt évelején, hogy az utóbbi 4 év legeslegkisebb költségvetése, de ezt elmondhatom nem csak Maros megyéről, azt hiszem, hogy Székelyföld minden megyéről, minden igazgatóság nagyon kevés pénzt kapott, ebből kellett gazdálkodjunk úgy, hogy nem voltunk felkészülve, ugye, hogy naponta 4 óránként maszkot cserélnek a kollégák, naponta többször kesztyűt, és ilyen nem tudom, dolgokat, amikre fertőtlenített szerekre nem voltunk felkészülve. Ezúttal köszönettel tartozok a megyei tanácsnak, mert ő volt az, aki kisegített már március elején egy bizonyos összeggel, amivel kiegészítette a költségvetésünket, pont ilyen védőeszközök és szerek bevásárlására. Ugyanennél a témánál maradva, a családon belüli erőszak áldozatait hogyan lehetne jobban védni ilyen esetekre felkészülve, hogy ne az legyen, hogy kötelezően mindenkinek otthon kell maradnia, és akkor adott esetben pont az agresszorral együtt? Én azt gondolom, hogy az első dolog az, hogy mindenki fel kell ismerje, hogy egy olyan közegben él, egy olyan családban él, ahol nem csak, tehát a bántalmazás nem csak abból áll, hogy valaki megvernek, megpofoznak fizikai bántalmazással. Ezzel nem merül ki a bántalmazás fogalma. Nagyon jó lenne az, hogyha mindenki tudná, hogy felismerné, hogy mi ez az állapot, amikor ő már bántalmazott, beismeri azt, hogy bántalmazott, és tudja azt, hogy hova forduljon, milyen intézményhez, ki az, akit kereshet, ahol segítséget kaphat. Ez nem azt jelenti, hogy el kell hagyja a családi, mit tudom, egy házat, vagy ott kell hagyja, vagy elhagyja a gyerekeit, vagy valami. Egy egyszerű tanácsadás, egy egyszerű, egyszerű kérdésekre a válasz is nagyon sokat segít. Tehát, ha jól értem, akkor arra bátorítja ön az érintetteket, a kedves nézőket, hogy forduljanak önökhöz bizalommal, vagy hasonló szervezetekhez. Igen, hozzánk is, a szociális szolgáltatásaink vannak, nem csak nekünk, hanem magánszférában is, rendőrséghez, sürgősségi, hát ugye a sürgősségi szolgálathoz már csak abban az esetben fordulnak, amikor egészségügyi probléma is van, vagy olyan bántalmazás, ami egészségügyi ellátást is igényel, de bármikor, bármiért telefonálhatnak, mondom, egy egyszerű válaszként, egy egyszerű válaszért bárhova, bármikor. Így, hogy említette, hogy mi minden számíthat családon belüli erőszaknak, meg kell említeni azt is, hogy szintén az ENSZ adatai szerint számos, vagy nagyon nagy számú gyermek élt
olyan körülmények között, hogy nem volt mit enniük, vagy nélkülözniük kellett, és ugye ez is erőszaknak számíthat, de beszélhetünk azokról is, akiket akár csecsemőkorban hagynak el. Műsor későbbi részében azért beszéljünk arról, hogy önöknek a nevelő szülőkre vonatkozóan is van felhívásuk, keresnek nevelőszülőket, de még egy kérdés erejéig maradjunk ennél a témánál, hogy legutóbb, amikor itt az ügyfélórában beszélgettünk, akkor még a közeljövőbeli tervként említette ön, hogy egy új otthont hoznának létre Maros megyében, ahol olyan személyek, tehát egy olyan menhelyet, ahova olyan személyek mehetnek, akik már nem tudnak otthon maradni. Ezzel kapcsolatosan milyen aktualitások, milyen újdonságok vannak? Visszaszorított ez a járvány minden olyan aktivitásunkat is, ami ezzel kapcsolatosan is, főleg a gondozottjainkra, vagy külsős gondozottjainkról szól. Amit ugye el tudok mondani azóta, hogy sikerült a megyei tanács segítségével egy ingatlant vásárolni, ami a székhelye lesz ennek a lakóotthonnak, vagy székhelye. Még nincs bántalmazottunk, még nincs egyetlen egy hölgyünk sem ebben az otthonban, mivel most írtuk ki a pályázati felhívás keretén belül a bútorozást, felújítást és bútorozást. Viszont a szolgáltatásunk, mint lakóotthon elindult egy más, már március elején, elindult, működik. Jelenleg két bántalmazottunk van. Sajnos ennyi helyet tudtunk egy rezidenciális szolgáltatásunkban csak keríteni, addig, amíg elkészül. Most már nagyon reméljük, hogy jövő hónap július végére sikerül bebutorozni és átadni ezt a lakóotthont, ahol következő három évre a projekt keretén belül hat bántalmazottunk lesz. Nevelőszülők kérdése, hát az örökzöld téma önöknél. Felvetődik a kérdés, hogy nevelőszülő, örökbefogadó szülők között meg különbségek, illetve hogy mekkora szükség van ezekre. Most kérdezném úgy, hogy a koronavírus járvány után bármi változott eltéren, vagy szükség ez mindig van. Melyek a feltételek, hogy valaki azzá váljon? Szükség az mindig van. Addig, amíg gyerekek vannak, addig szükség is van. Na most, hogy mi a különbség az örökbefogadás és a nevelőszülői státusz között? Az örökbefogadás mind a kettő egy olyan szolgáltatás, ami nagyon közel áll a hagyományos család típushoz, tehát ahhoz, hogy a gyerek egy családban nőjön fel. Az örökbefogadás ugye az egy végleges döntés, akkor a gyerek már bekerül az örökbefogadó családjába, átveszi a nevét, és mint saját gyereket nevelik tovább. Felvetődik a kérdés, elnézést kérek, hogy mennyi időt tart ez a folyamat. Erről sokat lehet hallani, aki ezt szeretné, annak valószínűleg, hogy mindenféle akadályokkal kell szembenéznie, nagyon elszántnak kell lennie ahhoz, hogy ezen a folyamaton végig mehessen. Igen, akadályok mindig, mindenhol vannak. Én úgy gondolom, hogy ha valaki eltervezte és örökbe szerette fogadni egy gyereket, az első lépést az, hogy a szakszolgáltatásunknál jelentkezik, és egy egyszerű kérést letesz. Vagy szóval csak a kollégákkal, akik felvilágosítják, hogy mit jelent ez a folyamat. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi törvényváltoztatásoknak egyik nagy előnye az, hogy ezeket a terminusokat egy picit leszűkítette. Tehát az a bizonylat, amit kap egy örökbefogadó szülő, amivel bizonyítjuk, hogy örök, befogadhat gyereket, például annak az érvényesség és egy évről három évre nőtt. Tehát most már, hogyha egy év alatt, amíg neki megvolt ez az attesztátja, nem sikerült gyereket örökbefogadni, akkor újra kellett kezdeni az egész folyamatot. Most már azért a három év alatt, hogyha nem nagyon nagyok az elvárások, akkor sikerült gyereket kapni. Másik dolog pedig nagyon lerövidült, az a periódus 90 napra, ami alatt ugye az örökbefogadó szülőket
különböző dolgoknak vetjük alá, pszichés, pszichiátriai, pszichológiai, meg ilyen felméréseknek, tehát az is nagyon lerövidült. Na most Maros megyei szinten azt kell mondjam, hogy a leges-leggyorsabb örökbeadás az kb. 80 napig tartott. Ez abban az esetben ugye, amikor a gyerek már vagy családi elhelyezésben van, és akinél van elhelyezésben, azt szeretné örökbe fogadni, vagy hivatásos nevelős szülőnél, mert ugye ott már ezeken az eljárásokon meg vannak bizonyos terminusok, amiket már átléphetünk. A legtöbb az van, aki egy évet várt. Az általános és az átlag várakozási idő az olyan 300-350 nap, annak függényében ugye, hogy milyen elvárásai vannak a szülőnek. Hogyha nagyon nagyok az elvárások, akkor meghaladhatja 2-3 évet is. Nevelőszülő esetében melyek a feltételek, illetve hogy hogyan zajlik a folyamat? Nevelőszülők esetében a nevelőszülő az egy alkalmazotti státuszba kerül az igazgatósággal, és gyereket, 0-7 év közötti gyereket kap nevelésre. Tehát az ő szerepe az, hogy ezt a gyereket felneveli. Ez a gyerek elhelyezés az örökbefogadáshoz képest nem egy végleges helyzet, hanem addig, amíg a gyerek vagy örökbe fogadhatóvá válik, és örökbefogadó szülők családba kerül, vagy rendeződik a saját családjának a helyzete, és akkor visszakerül a családba. Mik a feltételek ahhoz, hogy valaki nevelőszülő legyen? Hát itt is egy pár felmérést végeznek a kollégák, ott is a legelső, hogy ha valaki szeretne, akkor kérvényeznie kell. Ami úgymond feltétel, hogy ugye lakás legyen, szeretnénk, ha a gyerek egy családi modellt látna. Tehát ha már férfeleség, házastársi kapcsolatban élnek, az már egy előny, sőt követelmény is, hogy a gyerek egy családi típust lásson, és legyen egy, hogyha van saját gyereke, ez nem kizárók, nagyon jó, mert azt jelenti, hogy már van nevelési tapasztalata, minimum 8 osztály szükséges, lehet van nevelőszülő anyukánk, nevelőszülő apukánk is, sőt, olyan családunk is van, ahol anyuka és apuka is nevelőszülő. Tehát ez alkalmazotti státusz, ez azt jelenti, hogy munkaszerződéssel dolgozik, attól a perctől, amikor megkapta a gyereket, és ennek megfelelően bizonyos juttatásba, fizetésbe mondjuk így, hogyha alkalmazott, akkor fizetésbe részesül. Mekkora a szükség jelen pillanatban Maros megyében ilyen téren? Jelen pillanatban 238 nevelőszülőnk van. Ezen a téren is van egy projektünk, ami alapján évente minimum 5 nevelőszülőt alkalmazunk projekten, de azon kívül is várjuk a jelentkezőket. Tudnélik, amit nem mondtam el, hogy miután átesnek egy elbíráláson, egy kurzuson vesznek részt, egy 5 napos kurzuson, amit az igazgatóságban az alkalmazottaink, a mi kollégáink végeznek, annak a végén van egy ilyen, hát egy vizsgaszerűség, és utána pedig megkapja ezt a bizonylatot, hogy nevelő szülővé válhat, egy 3 éves attesztátot kap, egy ilyen bizonylatot. Állandóan keresjük, várjuk azokat a szülőket, azokat a hölgyeket, férfiakat, akik szeretnének gyereket nevelni. Az elsődleges kritérium, hogy szeressen és akarjon gyereket nevelni. Nagyon köszönöm, hogy itt volt és elmondta ezeket nekünk. Köszönöm szépen is. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak az Erdélyi Magyar Televízióval. Én az Ügyfélórában jövő héten várom ismét önöket, addig is viszontlátásra!